Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Ez itt egy újabb GTA 5-ös videó, aki itt van velem, Izzi! Üdvözöllek! Halihó! Na még ilyen szépen integetsz is. Skacok! Ebben a videóban, ahogy megígértük, abban a hárman munkában videóban venni fogunk Izzivel mindketten egy új Ocelot XA21, ha jól emlékszem, akkor ez a neve. Megvesszük, föltüningoljuk, és ki is fogjuk próbálni, úgyhogy Izzi telefonokat elő. Javol. Nézzük ezt a szépséget, ugye előző héten jött ez a jó kis autókán. 2.375.000. Hát igen, van ára, maradjunk annyi, hogy van ára ennek a szépségnek, de azt mondom, hogy minek üljünk a pénzünkön, amikor vehetünk ilyen tök jó autókat. Én már meg is rendeltem. 4.600.000 maradt, de most megint egy kicsit be akarom majd indítani a GameZone 05 és, tehát a GameZone Kft-t, ugye amit itt láthatok, ugye ott van a Lombengben ugye a CEOM-nak a központ, ugye próbálom megint beindítani, hogy ugye ezeket a pénzeket kicsit visszapótoljuk, mert hát bármikor jöhetnek jó autók, aztán nincs is onnan rosszabb, mikor az ember le van égve. Közben nézem, hogy van itt Ocelot Links. Milyen érdekes, hogy két macska név, vagy valami hasonló. Izzi, jól mondtam, hogy 21, ugye? XA 21, ugye? Nézem, XA 21, igen. Akkor jól emlékeztem. És ilyen versenyruhában vagyok, sokat, hát ez egy igazi vadállat lesz, egy igazi vadmacska. Várjuk. Türelemmel nem ütöttelek meg, hova rohansz? Álljál meg! Itt vannak a minyonok. Jaj, pont, ja igen, pont ezt mondta Izzi, hogy az... Szerintem minyon az a minyonoknak akar lenni a poénja. Poénja lehet amúgy, ja. Elég gáz volt a meset, igazából amúgy nekem az a Bru nem tetszik. Izzi, hogy pont rálátunk a obszervatóriumra, nézek, ott van szembolt világít, csak az a baj, hiába zoomolok be a sniperemmel, mivel be van kapcsolva ez a depth of field, ez a elmosódás, az nem az ezért az a baj homályos. Az nem az obszervatórium, nem, az az ja, art center, ott, vagy volt, mi az? Jaj, ott volt az a küldi a singlebe, hogy a nagy lövöldözés volt, nem? Igen, az. Ja, tényleg összekeverik. Illetve ja, valami igen, marha ott hagyott egy rozzant helikoptert. Tényleg, te látod? De neked be van kapcsolva az a depth of field, hogy ilyen homályos? Fokkal, mert az a nekem, nekem annyira sincs, homályos. Nekem nálad éles, semmi... ha bezoomolsz? Igen, igazából semmilyen... Nálam biztos homály. Nem semmilyen homályosítás nincs bekapcsolva, mert ugye elég gyenge a szemem, és akkor jobb, hogyha inkább élesen látok mindent. Éles, ja. Azt hiszem megérkezett a kocsim. Várjunk. Na most megérkezett, gyerekek, nézzük ezt a szépséget gyorsan! Futi! Ja, azt elrabod. Hogy futtok lefele, Izzi, figyeld! Tedd már el a fegyvert. Office. Hash. Szépen föl fogunk menni, hiszen a legfelső emeleten tárolom a szuper autóimat. De most az a helyzet, hogy mindig egy autót ugye el kell vinnem, mert ugye nincs több helyem. Úgyhogy most ezt az Ocelotot a jó kis Zentornom bánta, mert őt vittem egy másik garázsba, de azért még így is van ott egy Entity-m, egy Adderem, T20, úgy itt a Turismo, illetve Infernus Classic, és akkor itt van ez a szépséges Ocelot, ami nekem most fehér lesz, skacok. Szerintem én ezt fehérbe, illetve a felnit, nem tudom, ez jól néz ki a felné, lehet, hogy azt hagyom alapon. Na nézzük ezt a szépséget. Igen, Martinnál már volt róla a videó, igen, ott meg is néztem, és nagyon jó hangja van egyébként, nagyon... nagyon tetszetős kis autó. Nézzük! Jó, hát... Érdemes szerinted rárakni a... ugye ezeket a díszeket az elejére? Aha, a vezetés, szerintem nagyon jól vezetés néz ki. Érdekében, vagy csak kinézetileg? Lehet, ez csak kinézet. Akkor lehet úgy rakni. Jaj, elnézést kérek, jaj, köszönöm szépen! Akkor nem rakom rá a legnagyobb azt a... Hát nem én tudom. Én átteszem a legdurvábbat hátúra is. Hát... Jó, level 4-es. Nekem ez tetszik. Meg az engine block. Mondjuk lehet majd később változtatok rajta. Azt a minden itt, Izzi, nézd meg milyen motor van! Azt a büdös, nehogy már ezt is lehessen bá... Ja, mondjuk sejtethettük, vagy mi is sejtettük volna, hogy... Mennyire durva. De várjál, azt akarom megnézni. Jó, hogy nem is látszik. Hát... De én szerintem azt rakom bele, ami az elsődleges színnel megegyezik, nem?
Ez a primary. Szerintem ez jó. Vagy Igazából igazából őszintén oly mindegy mindegy, szerintem, hogy mi szerintem. van rajta. Jó, skacok, ide még vissza fogunk jönni. Egyetértek, ezt majd később eldöntöm. Mert az a baj tényleg, hogy, ne, hogy a másodlagos szín, az nem tudom melyik lesz. Ó, hát ez egy egész jó Ocelot, meg a jól nézve néz ki. fél. Nem rossz, mézi. Ja, ja, hogy így látszik a... Jó, akkor lehet, hogy valami Így. más. Mennyi kipufogó van. Így az utolsó, hogy néz ki. Ott van a jel mellett. Ha nézzük. Ne, van három ilyen nagy kipufogó izi középen. De Várjál, nézd. beteg. Van olyan, hogy négy darab Nem van. már. Mi ez a Jézusom. disznór? Ez nagyon beteg. Ó, Hogy az néz ki utolsó ez? előtti Az is jól így néz ki. füstöl, adjuk már. De nem szabad négy füstölni a benzinesnek. Van ez a négy darab, én lehet ezt teszem rá, ezt a négy kör alakút, aha, ez jól néz ki. Az Aztán van elszíneződöttet, itt vagy ilyen... az ezüstöt? Mert akkor az az ezüstöt, ezüstöt, króm. ami kell, az, azt hiszem, Á, az mondjuk ez is jó, az a szögletes, az utolsó nekem, ez tetszik. De most komolyan, nem Nem, tudom. már micsoda rácsok vannak rá. Várjál, akkor nézzük meg a rácsokat, mert az abban gyorsan átfutottam. Ez nem néz ki rosszul, ahol látszik az intercooler is, de hát inkább takarjuk el. Ja. Jó az. Nézzük, hogy motorház tető. Ez jó lesz. Nem szeretem, hogyha karbon. Hood. Van. Természetesen ezt rárakjuk. Tükrök, aha. Van karbon tükör, izi. Az be? Mi? Igazából nekem ez a két színű, ez $1500 tetszik. dollár. Plate. Persze, hogy nincsen még mindig a sajátom, pedig már mióta megcsináltam. Előbb a tetőt nézem meg. Mik ezek a lyukacsok? Metallic. Ice white. Az Ha utolsó van kettő frost ugyanaz? white. Ja nem, hogy az egyik Van van. jégfehér, meg... nem tudom. Az a baj, ez a Frost White, ez ilyen fura, nem? Nézd meg! Ilyen... Minden, nézzük át a színeket, hát ha lesz valami, ami... de Ó, jól én még a néz ki, színeknél gyerekek, nem vagyok. ezüstbe! Nem vagy még ott? Ez a szürke Illetve én szín, már de jól tovább is néz ki! haladtam, mert nekem a szín az utolsó, előbb nézzen ki valahogy a kocsi. Nem, a kerekeket egyelőre nem Hadd ez milyen bírtam. jó, hogy a felninél is tudod, változik a cucc. Ott a felnének ott a közepe. Nem, Azt ezt a majd mindenit, megnézzük. De jól Oké, néz most ki. nézzük a színeket. Mi ez a trim color? A belső tér is változtatható. Oké. Tényleg? Aha. Hát ezért kikromozni. Hát legyen ez a Ice White, ez jó amúgy. Jó a cruise színünk, csak egy baj van vele. Hogyha én véletlenül megváltoztatom, akkor mindenkinek, aki cruise színt rakott rá, annak meg fog változni a kocsijának a színe. Mekkora trollkodás lenne folyton változtatni. Úgyhogy inkább nem. Amúgy tudod, mi a szemétség, izi? Na? Hogy van ez a másodlagos szín. Ez a legalsó, tudod, itt a metál alatt. Ez a pörd lesz kent, vagy mi, nem tudom mi. Tudod, mi az érdekes, hogy alapból ugye úgy rendeltem a kocsit, hogy Ice White, és annál kiírta, hogy nem lehet, mert alapszín. Átmentem az alatta lévő Frost White-ra, majd vissza, és csak utána engedte. Érdekes. Mekkora rohadék a játék, tudod, hogy érzékeli, hogy ez az elsődleges szín. De egy rohadék, nem baj. Nem tudom, ez lehet, hogy kivételesen világos kocsi lesz nálam. Új, ez nem. Az a baj, itt most változtathatnám, de... Azt a mindenit, izi! Mit találtál? Hallod, izi, fehér, piros, fekete. Ez jól néz ki? Jó hangzik. Vagy lila, fekete... Szóval, na, tehát lila, fekete, fehér. Jó hangzik. Hú, gyerekek, de jól néz ki. Azt a mindenit. Nem Kicsit tudom. Még itt el fogok tökölni egy ideig. Nem Inkább tudom. Legyen lila, nem? Az a baj, hogy ráraktam ezt a kéket, és már megbántam, tehát... Diamond kéket raktam rá. Aj, de jól néz ki, gyerekek! Trim. Formula. A belső. Neked milyen lesz a belső? Szerintem fehér, nem? Előbb a külsőt próbálom megcsinálni, mert... legyen fekete, mert csak jobban néz ki. Már az a baj, fehér, akkor már túl fehér lenne az autó.
Most komolyan tetőre tesz ilyen kis izéket, nem már. És ez kerül 1600 dollárba. Tesz ilyen. Nekem De amúgy tetszettek. ezek mik? Valami tüsik. Generátor. Jézusom. Nekem tetszenek azok a tüsik. De az mi amúgy? Fogalmam sincs, de jól néz ki. Ilyen cápa fogok. Hát nem tudom. Látok. Ez valami újfajta lila lenne? Don't she look pretty? Mindegy, én most ezt inkább kiadom. Nézzük itt a... Igen, csak itt tudok így de jól néz ki, gyerekek. 15 ezer, hát még elég drága. Leültetjük, az biztos. Váltóból a legjobb megy bele, turbó is. Mondjuk elég érdekes, hogy egy ilyen autóban nincs turbó, mindegy. Hú, de most a felnivel nagyon dilemmában vagyok, skacok, mert ez a gyári felni, ez nem néz ki rosszul. Ami amúgy jó lenne, csak ugye nem lehet színezni. Várj, hogy nézzük meg, hát ha van olyan, ami jól áll neki. Mondjuk ez jól áll neki, de ilyen felni már van egy pár autón, sőt azt hiszem két autón is ilyen felni van. Viszont ez nem néz ki rosszul, gyerekek. Nézzük meg, még jó, milyen van. Jó, később változtatok majd még rajta. Érdekesen néz ki, de... Ez a peremes felni. Azt a de beteg, gyerek. Jó, ez lesz kész. Eldöntöttem. No. Igen, igen, nagy design. Atomik legyen. Várjunk, mondtam még igen. Valamit. Ja igen, a motornál akartam visszamenni. Hogy akkor milyen legyen a blokk. Jó, tényleg az hol is volt? Ja, engine-nél volt. Engine-nél volt. Igazából nem. Jó, ez így. Blokk. Nézzük meg, azt mondja, hogy primary, vagy secondary. Zoomoljunk csak rá, mondjuk vagy ez nem... van króm! Aha. Hát figyelj, én szerintem fehér. Ja, legyen fehér motorja, az úgy szép. Ja. Jó, húzi, én... Én elkészültem. Jó, exit. Hát remélem a hát kocsit is hozom, azért... mert... most lehet, hogy mellé nyomtam, mindegy, akkor visszajövök. Képet. LJT, kus! Tudom, kéne már szapli. Miért ment téged az LGT? Váltok, pár képet csinálok, mert ez hú, de jól néz ki. Jó lett. Na! Ja, hogy még benn vagy? Szerintem minden megvan. Megvolt. Ja, minden megvan. Na! Azt mondja, hogy menjünk ki. Érdekesen minden kocsim sötét. Még ebből se tudtam világosat varázsolni, de hát ez illik hozzá szerintem. Izi. De jó, izi. És az enyém? Nem semmi azért. Ez a fekete-fehér lila, ez bitang jól néz ki, de amúgy a tiéd is jó, az is ilyen sötét lila. Vörös lila, igen. Hú, gyerekek, ez nem megérte, szerintem nagyon jól néz ki. Igen, bár én nem mindenből a legdrágábbat raktam. Aha. Nekem ez a de 4-es az enyém ilyen. De érdekes, hogy mennyire füstöl, nem füstölhetne ennyire. Hát egy benzines az nem. Még dízel füstöl nyomod neki, ugye nem tudja elégetni a olajat, az még viszont egy dolog, jó, de a benzinesek nem szabadna. Ó, jó de hangja. Jó néz, de a gyerekek ez megérte, nagyon jó. Viszont ez is olyan, hogy így nyílik hátulján a spoiler. Igen, nagyon beteg gyerekek. Szeretem nagyon az ilyen kocsikat jó. Ebbe a játékba. Ó, hogy a... Na. Már azt hittem egyenesen akar menni. Jó, a fék is rajta, majd lehet, hogy ezt hát kell igen, valamit megint valami. Hát igen, amit kipufogó, az lehet jobban élik hozzá, van, az kicsit ilyen elegánsabb, ez kicsit ilyen sufni tuningos ez a körlakú, de ezt meg lehet változtatni később. Én azért raktam rá ezt, mert szerintem másnak nem nagyon lesz. Bár lehet, hogy tévedtem is mindenkinek ilyen kipufogója van. Ugyan ez a szindróma van ennél az autónál is, csak rakd belsőbe és meg fogod látni, hogy miért. Ja, nem látod, hogy mennyivel ugyan, megy. Ugyanaz a szindróm, mint a többi autónál. Hú, nézd csak hátra, olyan tök jó motor. Nézet van, hogy semmit nem látok, gyerekek. Őszintén ez... Tomó, tedd belső nézetbe és nézd hátra. Ja, látszik a motor, nagyon durva. Nagyon klassz. Aj, de jól néz ki. És főleg ilyen versenyruhában vagyok, izé. Bitang jó. Na, izé, meghúzatjuk? Húzassuk, de egyenesbe kéne, nem?
Itt van mellettük De jó, az de autópálya. jó, annyira jó, hogy lehet nézelődni, hallod? Ez egy tök király, tudod, így hátra nézek, hogy tolatok be. Még semmit nem látok. Gyere csak! Na jó, Emit azt mondja, hogy mutassuk. rádió off. Na jó. Nem megy, nézd meg, nem megy. Nézzük meg, nem meg. A te De az a baj, nem látjuk. Mindegy, nem gyorsulj. Fogjuk látni, megy. Jó, mindegy. Persze, hogy nem fogjuk látni, mert a tipikus alacsony a karakter. Ki se lát a szerencsétlen a kormány mögül. Azért kíváncsi ennek, hogy melyik autóval van egy szinten. Hát lehet kérni gyors a Martin kocsikat. Megkérdezzük, ő hátra tesztelte valami mások autókkal. Mondjuk ennyi pénzért azért legyen is jó, tehát az ennyi pénzért nem. Nem tudom, már külön se érem meg érte ez a pénz. Meg ugye én nagyon szeretem az ilyen spoilereseket. Oh. Nagyon megy, ez nagyon megy! Harap! Esküszöm, ha valakinek kell ez a rohadt Prius, tudja, hogy megtalálja. Itt gátolják a forgalmat. De fura, hogy ketten megyünk, milyen fura hangjuk van, nem így egyszerre. Vigyázz, Izzy! Jövök! No! Ne! Érdekes, megnyomom egyszer a dudát és többször szól. Neked is? Izzy, arra. Jó, és hát magammal toltam ki. Meg velem is. Vare. Nem. Hallod? Én megnyomom egyszer. Tik-ti. Nem szól. És ennyi. Nem áll, nekem össze-vissza szól. Igen, ez az első automizi. El nem hiszed. Amin fehérre hagytam a rendszám táblát, mert a többi mind fekete. Király. De mivel ez fehér autó, szerintem jól. Hallod? Nyomom a tudát is, és tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Olyan, mintha valamit lemorzézna. Nem rossz. Gyerekek, ha valaki tud morzét, dalgassa már meg, lehet, hogy ez valami morzekód, amit az enyém nyom. Éppen azt küldi szerintem, hogy segítség. Hallod? Azt küldi, hogy segítség, segítség, mentsetek meg, robbantsatok föl, vagy nem tudom. Nem, egy ilyen rockstar dolgozót forgva tartanak, és akkor gyorsan leírta a kódba. Hallod? Nem áll! Most a folyamatosan nyomod az elektrű... Folyamatosan nyomom! Várja! Azt mondja, várja, majd én fordítom. Nyomjad! Segítség, segítség, fogva tartanak a Rockstar székházában. Fiatal srác, azok hívjátok a számot 0620 78 23 10. Tomo, 0620. Rockstar biztos itt van nálam. Magyarország. Az a poén, neked itt nem van, amúgy? Itt van! Itt van, itt hallod, van Budapesten. Tomo, nyomd csak te is a dudát. Neked e... Változtattál dudán? Nem. Én se. De érdekes, ne, szerintem... És ugyanazt nyomja. Ugyanazt nyomja folyamatosan. Izzy, hogy ha már oszalottunk valami, ami mi is már előbb megnéztük, na. Nem na, tudom mi az gyerekek, ha valaki tudja, akkor írja meg nyugodtan. Hát... Mondom, fogva tartják. Izzy, mi ez Ocelot? Na. Hegyi macska. Valamilyen macska. Ocelot. Hegyi ilyen. Úgyhogy hát, és kacok, hát ha már... Kis párduc. Á, mindenit. Párducica. Igen, de van egy magyar neve. Előbb mondtuk, csak elfeltettem. Hegyi párduc. Ejjjj! Párducka. Nem volt valamilyen. Uhuuu! Pardicus, Ocelotus, Brutus. Na Izzy, gyere! Ha van, fogalmam van sincs, mi lehet ez. Azt a mindenét! Na, micsoda csőrforma. Ezt nem én fogom javítatni. Nagyon tetszik, gyerekek, úgyhogy vegyétek meg, mert az a jó, ha hogy más hangja van, tehát nem olyan hangja van, mint a többi autónak, hanem ilyen teljesen egyedi, elég jól láttátok, hogy ugye testre szabható. Ha most versenyben nem tudom, hogy milyen, hát elvileg az irányítása az elég jó, hát nem tudom, azért megnézném egy versenybe, Adderek meg T20-ak ellen, de majd live-on vagy majd valamilyen party, majd biztos látjátok még ezt a szépséget. Ne.
Ugye, amikor ennyire volna az Ocelot X, mi is X-a 21-nek a föltöringolása és kipróbálása. Szerintem nagyon jó autó, megérte megvenni, egy igazi gyöngyszem, egy igazi vadmacska. Úgyhogy ha tetszett a videó, nyomjatok like-ot. Köszönöm szépen Izzynek, hogy itt volt, és tényleg köszönjük még egyszer a figyelmet. És a kivételse nem trollkodta el. Sziasztok!